Az Eszterházy Károly Egyetem 2016. novemberében hagyományteremtő céllal megrendezte az első óvodapedagógiai konferenciáját a legkorszerűbb szakmai ismeretek átadására és az aktuális kihívások megvitatására. Június 1-én az egyetem Jászberényi kampusza adott helyet a második értekezletnek, mely az óvodapedagógia aktuális kérdéseivel foglalkozott, és bemutatták a legújabb kutatási eredményeket is a témával kapcsolatban. A konferenciát dr. Varró Bernadett, az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi kampuszának főigazgatója nyitotta meg, aki vázolta a rendezvénysorozat lényegi gondolatait, és elmondta, miért épp városunkat helyett a második konferenciának. Tavaly tudománynapján, novemberben az Egyetemi Kampuszon volt az első óvodapedagógus konferencia, ahol az aktuális pedagógus képzéshez, szóval a pedagógus gyakorlathoz kapcsolódó aktuális kérdésekkel foglalkoztak a szakemberek. Most jelenünk van, és szeretnénk kiemelni, hogy ebben az évben ünnepeljük az intézményünk a 100 éves fennállását, és ennek keretében történnek ezek a rendezvényeink, ez a mai nap is, ezért már kapcsolódik ehhez, még akkor is, hogyha ez óvoda pedagógus képzés. A konferencián dr. Habil Varga László egyetemi docens a gyermeknevelés új trendjeiről és kihívásairól tartott előadást, bemutatta a neuropedagógia értelmezését. A neuropedagógia Magyarországon egy most formálódó interdisziplináris tudomány, amely tulajdonképpen arra figyel, hogy mit mondanak a neurológusok a gyermek idegrendszerének a fejlődéséről. Dr. Habil Varga László ezekből a tudományokból igyekszik pedagógiai következtetéseket levonni, koncentrálva a gyermekek agyfejlődésére. Hangsúlyozta, a gyermekek szellemi lelki épülésében az első 8 esztendő a legmeghatározóbb. Életút egyik legkritikusabb, legszenzitívebb, legizgalmasabb időszaka, és sajnos, ha ebben az első 8 esztendőben a gyermekek nem kapják meg mindazt a szeretetet, mindazt a támogatást, mindazt az ingergazdag környezetet és impulzus rendszert, ami az ő elméjük, a idegrendszerük fejlődéséhez szükséges, sajnos ez a későbbiekben már bepótolhatatlan. Hagyományteremtő módon indították tavaly Egerbe, és erre túl sűrűn sem érdemes, hiszen itt összpontosul akkor az egy év alatt is felmerülő új kérdések, illetve hát ahhoz, hogy kutatási eredményeket tudjunk bemutatni, azért idő is kell hozzá. A jelenlegi óvodapedagógusok, illetve az intézmény óvodapedagógus hallgatói nagy érdeklődéssel hallgatták az egyetemi docens előadását. Az előadó kitért a reflektív gondolkodásra is, és a humor fontosságára is a pedagógiában. Ez is egy viszonylag új terület. Azt mondjuk, hogy a humor a pedagógiában egyfajta fűszer, életolajozó. Az intézmény jelenlegi óvodapedagógiai hallgatói az előadások közben sokat jegyzeteltek az új ismeretek biztos elsajátításához, és hasznosnak találták a konferenciát. Úgy gondolom, hogy leendő óvodapedagógusként még több ilyen előadássorozatot kellene végighallgatnunk, és minél többet szervezniük magunknak az oktatóknak is, hiszen rengeteget tanulhatunk belőle, ahogy ezt a mai előadássorozat is bebizonyította, illetve nagyon felkeltette az érdeklődésemet ez az újféle, újfajta pedagógia, amiről ugye beszéltek, ugyanis tényleg annyira más a modern gyermek, és ezt tapasztalom is a gyakorlataim során, hogy teljesen máshogy közelítik meg a dolgokat, mint régen. De vannak olyan csoportjaink,